Sziasztok gyerekek, üdv a csatornán! Képer jelentkezik következő kommentreagáló videóval, bár szerintem ezt át fogom nevezni ezt a... ezt a... Puh, ezt a sorozatot. És nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy olyan legyen. Jó, oké, okay. egy kicsit, ja, megittem egy energiait, ott kávéval lehetem, jót. Úgyhogy egy kicsit lehet, hogy kapaszkodjatok, jó? Öveket bekapcsolni, pörgés van. Ö, megpróbálok ebbe a videóban, hogy mindent így végigmondani. Ö, igen, átnevezem ezt a sorozatot, és minden héten lesz egyszer kommentekre reagálok plusz vlog. És ez azt jelenti, hogy a, beszélünk különböző dolgokról, csatorna jövőjéről, meg igazából amik így érdekelnek, még akkor itt tudunk kommunikálni. És ennek az apropója még az, hogy mindig a, kö, a, a, a videót, hú, így hogy mondjam el, Na, mutatom inkább gyerekek, ugye a, a kommentekre reagáló videót, azt mindig a, azokkal a kommentekkel fogom kezdeni, ami az előző kommentekre reagáló videóra jött. Tehát, hogyha erre a videóra írsz bármilyen kommentet, az ben fog lenni a következő kommentreagáló videóba videóban, és fogunk róla beszélni. Szóval így el tudunk indítani hetenként egy ilyen diskurzust, arra gondoltam, ez szerintem tök jó. Uh... Igen, a beszéljünk inkább arról, hogy mi az, ami a vlog jelleg, jó? Ö, például láttam a Furiózát, nem tudom, hogy láttátok-e, Mad Max filmek, kötelezők gyerekek, főleg a Fury Road, meg a Furióza. Nagyon jó, mind a kettő Fury Road, egy kicsit jobb, a Furióza, ugye a Fury Roadnak az előzménye, Mad Max. Gondolom, vágja mindenki, volt csatornán sorozat belőle. Tök jó, egy dolog nagyon tetszett benne, hogy a játékot is belevitték a sztoriba most már egy kicsit így jobban össze van fonódva, ugye, amikor a Fury Road után kijött a játék, ugye a Mad Max játék, tudjátok, játszottunk vele, akkor így nem nagyon értettem egy csomó minden, mivel ott volt Kratus, aki konkrétan a Ugye a fő ellenség volt a játékban, de ezt nem is tudtad, hogy kicsoda. Mert igazából a filmben, ugye a Fury Roadban meg nem volt benne. Ott ugye Victus volt a halhatlan joe a fia. Na, viszont a Fury Ozánban benne van Skratusz. Hogy gyakorlatilag ő a halhatlan joe a fia, Victusszal együtt, és igazán nagyon nagy szerepet nem kap, de is viszont tök jó, mert ugye a Mad Max játékban meg ő a fő szereplő, és valószínűleg azért nem került bele már a Fury ami ugye később történik, mint a Furiosa, mivel kinyírjuk. És ez tök jó, és erről olvastam is egy cikket, hogy megpróbálták, igaz, nem olyan nagyon szorosan, de csomó mindent, be így bele ö, illeszteni a játék univerzumot is a film univerzumba, ami szerintem marha jó ö, úgyhogy megint egy kicsit kedvet kaptam a, a Mad Max -hez. nem tudom, az a játék nekem több jön ö, igen meg szándékosan így, így van megjelenítve itt a dolog, mivel akarok a játékokról beszélni a Farmer's Life az kiesett egy kicsit a Pixisből mivel nagyon jó, so, jó sok sorozat indult most, és szerintem a, a Farming Simulator 22 száz éve a mezőgazdaságban, én azt annyira imádom, gyerekek, azt a, ö, azt a sorozatot, hogy ezt el nem tudom mondani. Abból valószínűleg olyan gyorsan fogjuk lepörgetni azt a száz részt, hogy az őrület. Viszont már kitaláltam még egy sorozatot, ami megint egy ilyen. Ö, van egy ilyen tök jó tematikája, hogy a Farming Simulator 22-ben jön, utána még egy sorozat, csak nem akarom addig belekezdeni, mert igazából értelme nem lenne, hanem fusson ki szerintem egy. Emiatt a Farming Simulator 19 milliárd eurós kihívást valószínűleg jegeljük. És ezt bocsánat érte, aki szereti meg minden, nem fogom a bajni, viszont ez a Farming Simulator 22 száz éve mezőgazdaságban, ez bú, ez nekem annyira bejön és annyira élem. Tök jó az a sorozat, mivel ó, oh, fú, hogy, hogy hadd beszéljek róla. Hogy? Mit akartam mondani? Hogy, hogy tök jó, hogy van egy ilyen keret keretrendszer az egésznek, tehát ugye, hogy évek vannak, és ugye a fejlődési fokot úgy éred el, és emiatt nem az van, hogy a, a, már a második részbe egy farming szimulátor sorozatban azon töröd a fejed, hogy hogy vegyél valami modolt, olcsó, jó erős traktort, amivel ugye így gyakorlatilag így elérsz ö, nagyon Hamar eredményt Hanem így ugye meg van szabva Hogy milyen évben milyen gépek fognak bejönni És emiatt egyáltalán nem idegesít Hogy kis gépekkel kell tökölni Ez tök jó, hogy ilyen keretrendszerbe foglaltuk És ezt nagyon imádom És ezt fogom pörgetni, mint az állat Ugye ez véges, mivel száz rész lesz körülbelül De ezt, ezt szeretném kipörgetni. Farming 19-et kiraknám. De írjatok nyugodtan, egyelőre kiraknám, mert, mert ez nagyon pörög. Ez nagyon és lesz egy, még egy, uh, Farming 22 sorozat utána, aminek megint egy tök jó tematikája van szerintem. Más Summer card nagyon jó, 40-valahány napra bekerültünk a rutyiba, egyébként meg tudtam oldani, át lehet írni uh, ilyen editorba, hogy hány napig legyél benne kettő opció van abban, hogy hogy, hogy, hogy folytatnánk. Ö, az egyik az, hogy kijövök a sítről, és folytatjuk onnan, ahogy vagyunk. Ezt Léci meg, melyik a jobb. Vagy pedig annyi, az van, hogy újrakezdjük, kezdjük, de viszont modolunk egy kicsitben. Például nagyon-nagyon jó nagyon jó jármű modok. Van, nagyon jó Ugyanúgy össze kell rakni Lada. Igaz, tudom, hogy még azt a szatumát nem raktam össze. De fúra, én nagyon, nagyon élném azt a ladát. Na, arról írjátok Léci, hogy mi, mi legyen vele. Ez menni fog. Mindenképp ez menni fog. És most Hétvégén biztos, hogy sok rész lesz belőle, mivel megjön az új videókártyám. És... Amiatt. Igen, ez, ez, ez biztos, hogy menni fog, de már Most már az új végével akarom nyomni. My Village live menni fog. Most csináltam belőle egy jó hosszú részt. Uh, seven Days to ide van készítve. mivel Várom az 1.0-t, hogy elkezdjek vele. Mert nagyon-nagyon imádom. Nagyon tetszik komolyan mondom, tök jó grafikája lett, meg nem tudom, mindig, ez, mi, visszanézek egy ilyen másfél év után erre a játékra, és mindig ilyen tök, tök látszik, hogy változik, és, 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 fejlődik, és ez mindenképp akarok. Úgyhogy az azért van ott. De most térjünk rá akkor a kommentekre, közben, hogy eszembe jut valami, akkor fogok róla pofázni, oké? Okay? És látszak. Úgyhogy ez a kommentekre reagáló videósorozat eh, át fog neveződni kommentekre reagáló plusz vlogra, és minden héten Pontosan hét naponként fog jönni belőle egy új rész. Szóval, hogyha akartok egy diskurzust folytatni velem, beszélgetni, konkrétan így a... Szeretnétek, hogy lá... E, szeretnétek a kommentjeiteket látni, szeretnétek, hogyha e, reagálnék rá, vagy épp kérdést tennétek fel, akkor ide ez alá a videó alá felteszed, akkor biztos, hogy ez be fog kerülni a következő részbe. Mivel mindig azzal fogom kezdeni. Jó? Ahogy most is látjátok, hogy itt van konkrétan a az első komment arra a videóra az előzőre. Zsolt Fekete írta, hogy nagyon jó, hogy újra vagy, remek videók, örülök a Farmers Live játéknak is. Uh, Anna a Real Farm FS15 összehasonlítás nagyon jó volt. Ja igen, hú, az jó régi videó volt. Igen, köszönöm szépen. Uh, hát ugye pont már beszéltem, a Farmers Live az lehet, hogy egy, vagy far, a ja, Farmers Live az egy kicsit lehet, hogy kifogásni. Azért ne arra de egy megpróbálom mindig tisztázni a dolgokat, hogy ne az legyen, hogy eltűnök, eltűnnek sorozatok, hanem mindig, mindig itt lesznek azok a játékok, amik mennek, és mindig meg fogjuk beszélni, hogy mi van. Most például a Farming 19-et egy kicsit ki kellene tolnom, mivel inkább pörgetném a 22-be a 100 rész is és nem tudom, ez tényleg nem önpromó, de nézzél rá, szerintem az tök jó, tök jó mert tök jó tematikája van. Pont ma beszélgettem egy, ö, egy másik videóssal, hogy Tök nehéz farming szimulátorban kitalálni igazából egy olyan ö, releváns sorozatot, aminek tényleg van is értelme, meg, meg hosszú ideig ö, releváns és ö, értékes tud maradni. Már annyi minden történt már farming szimulátorban, rengeteg sorozatot csinál mindenki minden mindenfélét, hogy nagyon nehéz kitalálni valami újat, és mindig én is az agyalok mindig, amikor. Ö, ö, sorozatokat akarok csinálni, hogy valami újat találjak ki, ugye ez a marsos egy kicsit egy elvetemült volt az 1 milliárd euró kihívásos részben, de mindig próbálok valami olyan dolgot csinálni, amit, ne, amit ami annyira még nem volt, és emiatt vannak ezek a dolgok, amikor ráhibázok, amikor nem. Például tudom, hogy a, Marsossal annyira nem hibáztam rá, de szerintem ez az egy száz évvel gazdaságban a ez egy tök jó lesz. Ez tök jó lesz, tök érdekes dolgok lesznek benne, és egy kicsit még tovább is akarom fejleszteni, úgyhogy a következő részek azok még, eh, még inkább informatívak lesznek, még inkább tartalmasabbak lesznek. Úgyhogy ilyen edukációs jellege is van. Tudom, hogy nem Ebből fogtok megtanulni bármit is, de hogyha egy kicsit tudok átadni dolgokat, már én annak örülök. Szóval, oké, okay. na, erről ennyit. Igen, hogyha ennyit beszélünk minden kommenthez, akkor ez elég durva lesz. Igen. Oké, okay. Borderline of Autism. Ja, igen, írja. Nagyon örülök, hogy végre itt vagy, és jönnek a videók. Remélem, megint az lesz, hogy hazaérjék és arra jövök haza, hogy. A videó. Igen, pont az előbb beszéltünk róla. Jöjjön be pont 1.0 másnap videó lesz gyerekek belőle. Valami új fajta bázis, valami új dolgot fogunk kitalálni. Nem a föld alá akarom beásni magam. Azon majd írhattátok valamit, hogy találjunk ki valamit közösen. De tényleg ez alá videó alá írsz, kérdést bármit az a következő ö, ilyen kommentekre reagálok és vlog videóba biztos bele fog kerülni, szóval így akkor tök jó lenne kommunikálni. Na, Milán írja, remélem újra lesz sok videó, és jó lenne megint olyan farmingba, vagy más summer vagy bármibe, hogy meséled a történeteit, mint régen FS15 be újlakor. Igen, egyébként pont, ez még akkor nem kezdődött el ugye az, az, új sorozat, és, és pont, 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 pont egy ilyen sorozat indult, úgyhogy ő neki. MTZ 59 rengeteg kommentet ír, néha olyanokat is, Amiket nagyon nem tudok megvalósítani, de fogok, megpróbálok rá válni rá. Nagyon jó, hogy visszatértél rá, mert sokáig fogsz videózni. FS22 lesz, hát meg is válaszoltuk, van. Ö, igen, írta valaki, hogy a, a RDR2 nagyot fog menni. Hát annyira nem. Egyébként én tudtam jó, hogy nem. Nem egy mai játék, és ö, ugye az én csatornám az ilyen nagyon underground játékok, plusz még ilyen indie játékok, meg még ráadásul. Ilyen rétegjátékok. Szóval, akik itt vannak, azok nem azért vannak itt, hogy AAA címeket nézzenek. Én tudom, hogy a AAA címek itt nem mennek, hanem a szimulátor meg az Indie megy, mivel uh, itt, itt azért vannak itt az emberek. Uh, nem a IZR, nem, nem, a, nem, a, nem a tripla él. Uh, úgyhogy az. Tud, tudtam, hogy nem fog annyira menni, viszont én nagyon szeretem, és emiatt mindenképpen lesz, úgyhogy ez ez van. Nem kívánságvisor, ugye? Uh, Bar Miki Rassi? Remélem nem, jó item. jó Regged Vietnam, ennyit írt. Norbert Novák igen, ő is rengeteg írt. Dobom neked like-ok? Like -ok? Jó, basszus. Nem tudom, nem akarok belenézni, mert akkor meg már eltérek olyan szinten, elkezdek nézni itt egy videó, gyerekek, ez órás videó lesz. Na. Jó, Orionnak se, ne haragudj, ne nem. Akkor nem, titok rá, ne haragudj. Jó. Na, igen, van még egy emberünk, aki, igen, tudom pontosan egyébként, hogy ki vagy, de én tökében vagyok, mert egyébként leírta szerintem itt, hogy minden videót végignézek, mióta visszatértél, mert ha nem is érdekel a játék, amúgy a régi nevem Norvég, így lehet ismerős. Tudom, tudom, és tök jó, hogy végre ő se, vagy végre van még egy ember, aki nem változgatja, tatja MGT, ez Zala ér, ő is nagyon sokat ír. Képer tolja a MySummerCup, is tolom, aztán nagy segítség nekem a videóid, mert meg így én is tudom, hogy merre van előre. De egyébként ezt tudom, később meg a srác, hogy nem hiszem el, már háromszor bugol ez, meg az, úgyhogy... Uh legalább nem csak egy így raj. rajta. Kolom pár démo írjátta, hova találtam vissza. A csatornára, more! <laughs> Úgy gondoltam, hogy arra, az, azt akartam ott kifejteni ebben az előző videóban, hogy van egy csomó ember, ugye, mivel a, ne, kihagytam másfél évet kb. vagy egyet, vagy másfelet, emiatt ugye tök kiestem az algoritmusból, azoknak se dobálja most már, ugye a feliratkozás annyira nem számít hanem inkább az algoritmus, hogy mennyire Dobálja az embereknek. Van, hogy a. Tudom, van, van személyes ismerősöm, aki fel van rá, iratkozva, és nulla darab ö, videó értesítést kap. Meg igazából nem fogja feldobni neki érted, és, és emiatt gondoltam, hogy lehet, hogy találtál vissza, hogy neked földobta, vagy mi történt? Erre gondoltam. Ádám Masa Írja, a képer kicsit sűrűbben is lehetne FS 19, no hát akkor ő nem jó egy. Viszont a 22-ben akkor még ugye, amikor ezek a kommentek voltak, akkor nem volt 22. Igen, ez egy L39. 5.30D. Akkor jó, eltaláltam. Szuper, azért eltaláltam. Olyan pici mondjuk azt elég jellegzetes. Pont most festett itt a faluban egy srác, van egy fényező gyerek, most posztolta, mindig dolgozott egy ilyenen, azt pont pont, pont ugyanilyenen, feketére. Reddet kettő isteni lesz. Igen, egyébként isteni nagyon élvezem. Ó, Uh, gyere táncol írja, én kb. 15 perc alatt néztem ezt végig, először ültem, de aztán inkább nem, a nem sok helyen azonos, de itt a YouTube-on megbaszt, és azért más második... nem de nem tudja ja, kinyifantani, ezt gyere és táncolj nevet, mert hát még az e-mailemnél is valamiért ezt írja ki. Nem tudom, miért, miért az miért bantja, gyere és táncolj, nem értem. Nem értem, Bertalan Szabó. A többi videóthoz képest a Reddit eléggé furul lesz, mert nem láttam még lövöldözős játékot a csat A... A testílusoddal test szerintem elég vicces lesz. Nem rosszból mondom, csak szerintem szórakoztató lesz, és sokat fogok nevetni. Hajrá, Keeper, csak itt tovább. Egyébként köszönöm szépen izét nagyon pedzegetem, de felik haverom, ma szoktam beszélni, hogy milyen videók legyenek. Nagyon... Uh, mi az? Mi az? Mi az? Elder Ring. Elder Ringet akarnék játszani, de nem engedi, mondta, hogy ember, ne, ne, ne kezdj el kezdi, mert nem neked, nem neked, kell nyugtató, hanem az összes néződnek. Hogyha te Elder ring ezen nyugtató kell mindenkinek. Úgyhogy ne, ne kezd le. de egyébként azt tök mi Viola Bence! So, az papi, nagyon jó, hogy csinálsz ilyen kommentreagálós videót, szerintem nyugodtan jöhet még akár hátő rendszeressége. Jep, jep. Szabulsz! <laughs> ja. És jól a eszembe jutott, hogy egyébként róla szinte nem tudok semmit, de szinte mindig kommenten. Tök durva, hogy viszont meg olyan tök távolan ének érzem, mert nem nagyon tudok róla semmit. Na, de menjünk tovább. Formio Fropeks, ezeket a neveket, válj. Szia Képer, My Summer Card egy ember fejleszti Népszerint szerint Topless Gun. Most jelenleg a mai Winter Car dolgozik, ami már olyan 90%-nál jár, tehát idén talán megjelenik. Illetve My Summer Card még kis szeretné hozni 1.0-ba, tehát van elég dolga. Valószínűleg nem ő csinálta ezt is. Aha. De egyébként biztos valami olyan, aki My Summer Carhozott. Mert gyakorlatilag az ikonok ugyanazok rajta, amikor például szerelsz a, pipa, meg ilyenek, tudod, meg tök, a, mozgások, meg minden, nem? Egyébként azt a pont néztem, a, az a My Winter Car, van egy olyan mód, viszont csak egy mód a, a, az a, My Summer Carhoz. Német Adrien, szia Keeper, mikor a Spin Tires, ezt gondolom trókodás volt. Spin Tires szerintem már soha. Bokor Berna Bernát. Hát de én fiú vagyok. Lehet, hogy elolvastam a nevet Bernadettnek, vagy miért? Bence18, Chucky épp írtam privátban Instán. Oh my god, le vagyok cseszve. Egyébként, fú, na, de nem nézem. Meg ő, ne, ne, is írjatok izére Facebookra, mert le is törlöm azt, mert basszus, nem is nézem. Nem is működik normálisan. Ezt se tudom, mi konkrétan. 43 perc, 42 másodperc, onnan ismerős neked ez a csaj, hát ő, a Mari. Ja, ez már másik videó fs 15 ben Nézz utána. LOL. Én tudom ki az a Mari, de hát nem ő volt. a. Nah. Ez lév! Fél megmunkáló gyárba dolgozok. A kérdésedre válaszolva viszont én tudom, tudom te mit dolgoztál. Nem váltottál azóta, viszont nagyon rég nem találkoztunk, remélem tudod, még ki vagyok. Hát persze, hogy tudom. <laughs> nem viccelj, de egyébként hozzá mindi, még mindig a izé illik a, a Honda. Ő, ő, volt egy Zalegerszegen egy közösség találkozom, nagyon régen, hát akkor még ilyen nagyon kevés. Euh, nagyon kevés feliratkozó volt, és oda, jött a srác. <laughs> Fú, basszus, Egyébként az egyik olyan szinte jellegzetes arc volt, hogy az hihetetlen. Az, az volt a lényeg, hogy tudjátok, van az a, az a fajta parkolóba bevezető patkának hívják? Azok a kövek, amik így szegélykövek, amik laposak. Na hát azon is úgy kellett felkínlódnia a Hondával magát, egy hatgen szívig egy pirossal, mert annyi olyan szinten le volt ültetve, meg azt hiszem, hogy még talán mondta is, hogy valahogy úgy kell közlekedni a városba, így, vagy ahova odajött, hogy megvannak olyan helyek például, ahol nem tud elmenni olyan alacsonyokat a Hondája. Úgyhogy így karcolt. Igen. Tudom, még hoztál is nekem valami italt? Azon gondolkozok, hogy hoztál nekem egy italt. Vagy valamit adtál. Azt tudom, basszus, odamentünk a kocsithoz, és ott... Nem, nem tudtál bejárni abba a parkolóba szerintem, ott a szolgáltatóház menni, hanem kim volt a kocsi. Az utcélén. De hogy felejteném el, basszus? Meg múltkor Attila is, aki Erdélyből jött, ő is ide írja, hogy tudod ki vagyok, én vagyok, aki legresszebbről jöttem. Hát basszus, ne vicceljél velem. A... De még, hogy nem emlékeznék ilyenekre, meg nem tudom, ilyeneket nem felejtek el. Renáta írja, szia Keeper! Köszöntük újra a videósok közt. Thank you very much. Soma 97, í, erről a sorozatról nem maradtam, pedig szeretem a bobettákat. Én is akarok egy ilyen projektet csinálni. Ú, de egyébként a legnagyobb jó dolog ilyen talkotni. Majd a következő projekt, amire gyűjtünk, gyűjtjük a lóét ezzel rá. Tényleg, egy olyan, fú, olyan, olyan sorozat lesz, megőrültök. Olyan My Summer Car lesz. My, my Winter Car lesz, mert KBT-ről jön össze szerencsétlen keepernek rá a de nagyon epikus lesz. Úgyhogy azt még jobban fogjátok díjazni. Ja... Basszus, hogy meg be is öltöztem a izé babetta Az emlékszem, hogy az egyik munkatársamtól kértem egy ilyen overalt, ilyen régi retro overalt, mert marboró felirat volt a hátul, és mindig beöltöztem, amikor. És azt egy szobát alakítottam ki a lakásba azért, hogy ott szereljek, hogy ilyen igényes környezetben, mert akartam egy ilyen sorozatot mindenképpen. Na, túlélő blogger. Na igen, talán a hatodik vagy a hetedik feliratkozott voltam, amikor a Jagged 2-t még a csatorna kezdetekkor. Igen, és ráadásul Voltál -e a hatodik, vagy a hetedik feliratkozom, és a többi az mind a családtagom volt. Már az előtted lévők, szóval úgy értem az elsővel. A többiek azok mind olyanok voltak, hogy ilyen... Ö, ismerő. Te iratkozzál fel rám, most kezdtem videózni! Ezt tudom, hogy így tök csomóan kirögtek, hogy... Hát elkezdtem videózni, aztán ilyen... Egy volt. Baza, minek ez? Hülye vagy? Úgy szokták vaddani. Na, amúgy a... Ja. igen! Ma csak a írja, nagyon sok mindennek rossz a hitbox kb. ez is hozzájárul, hogy nem lehet tolni rendesen a dolgokat. Javítsatok ki, ha tévedek. Egyébként rossz a hitboxa, a... És nem létezik hitboxa a játékban, My mert így átmész a falakon meg minden. Hát már mint úgy értem, hogy át tudsz nézni, érted? Ilyen, uh, nem tudom, mi az a hack, ami ilyen no clip, vagy micsoda, no wall, vagy, vagy wall hack, nem, így át tudsz konkrétan mindenhol nézni nincsen ilyen izék vannak, csak ilyen, fú, az a játék egyébként, az egy, az, mint hogyha szándékosan készítették volna a sátánék, hogy ideg, szétidegeljék az embereket. Hát szerintem családok jöntek rá arra a játékra, érted, amikor a, leült a, mit tudom én, a buszsofőr, azt játszik egyet otthon a My Summer car azt úgy magát, hogy lecsatolt egyet az asszonynak, aztán mentek, mentek a csalaizébe utána meg a valóperre. A liba kergető írja, póton volt a azok a jó kis long drive live-ok. -ok. Lesz valamikor long drive live. Egyébként live-okat tervezek, már be is ide egy plusz monitort, aztán valami lesz majd, de nem tudom, hogy miből, meg mivel, meg milyen tematikával. Mert azért jó lenne, mert az meg ad egy plusz hangulatot. De egyébként szeretnék bevonni ilyen live-ba több embert, már mint akkor, már valami olyasmi legyen. Emlékszem, kezdtek az idegondozókra. most már ugye esetleg lehetne Long Drive-ot is multiba, vagy pedig My Summer car, próbáltam a Szabijék szaszát rávenni, hogy My Summer car velem. <laughs> Bundás, az így, találkoztam velük a parkolóban, meló után, múltkor, aztán Bundásnak is így próbáltam felvenni, aztán... Nem szórakozza, én ilyen játékkal nem játszom. Elveszik a csomor, aztán vége a Végel játéknak, meg ilyen, azt bundás, leginkább ilyen FPS-ekkel, meg esetleg offroad játékokkal azokat szereti, meg, meg GTA-t, de így, de így ilyen pepecselős szerintem úgy felbasznál magát, hogy szédvelné a monitor, nem tudom. Na, uh, Steam Milan, nagyon jó, hogy újra... Ja, várjál, itt van még valami. Igen, Zsolt Sebő írja, ha már mutogat az asztalt, legalább a virágból tikonyát takart ki, ez egyébként utána rájöttem, hogy az útorrendre gondoltál. egyébként az útonrend, én megmondom őszintén, hogy igen, van, hogy szedek le játékot, meg van, hogy keresek, de leginkább nagyon ugye van Steam-em, az olyan, nagyon a játékok, amikkel így videózok, azok 90%-ba eredetiek, főleg a, olyan dolgoknak is kell az útorrend, vagy annak kell, amiket nagyon nehéz megtalálnom. Például elindítottam ezt a magyar, uh, magyar, magyar, játékokról sorozatok, Azt vannak olyan játékok, ami kb. így már nem felelhetők, meg egy csomó minden, de például én nem vagyok fel se ilyen enkórom, meg se bitorló, meg se mik vannak még, mit tudom én, mi bitumen, vagy nem tudom mik, nem vagyok fel egy torrent oldalon se, amiről így általában az emberek szedik le az ilyen cuccokat. Ha kell valami, akkor inkább külföldi oldalakról szoktam így, mit tudom én, szeregetni dolgokat, de sokszor tényleg olyat, hogy vágó program, amit kipróbálnak, meg ilyen, de a játékok azok van Steam-en, meg van epic -en. farming szimulátorokat megvettem, nem is tudom, többször is, mert volt, hogy mit tudom én, odattam valakinek, az meg kellett még egyszer, úgyhogy amikkel videózok azok, vagy pedig megkapom őket például. Most a, volt olyan jó fej, aztán a My Village live-ot a, a fejlesztő srác. úgyhogy igen. Meg a izét is, a, a gaming kanál is a long drive-ot, úgyhogy, ja. úgyhogy nem szok... Régebben sokat torrenteztem, igen, de most már nagyon gyakran nem nagyon gyakran, tényleg 90%-ban megveszem azokat a játékokat, amivel játszom. Ha esetleg egy-egy videót vagy tesztet csinálok valamiről, akkor van igen olyan, hogy például most ugye ebben a magyar sorozatba azért, hogy mondjuk elesztomániázzak egyet egy rész erejéig, vagy pedig uh, Prizes Crisis egyet egy rész erejéig, és utána letöröltem azért nem veszem meg, és akkor nem veszek meg így körülbelül van 200 darab ilyen játék, azokat lehet, hogy nem veszem meg, bemutatom őket és letörlem. Úgyhogy igen, itt van a néző virágboltikon. Na, Milán írja, nagyon jó, hogy újra vannak videók, és nagyon jók a videók, és köszönöm szépen. Fotó! Szia! Fotobájszasza! <laughs> Szia képer! Labor live! Együttem vidnyót nézni, <laughs> lol. És ilyenkor nem tudja valaki random miért kap ilyen szívet, amikor itt pont videózok, mi? Csácsú, mi a csokolád és traktorkerék? Hello! Útorrend befigyelje, a más is észrevette. Hát igen, az előbb erről beszéltem. Távid írja, Keeper, tedd a leírásban, mondja egy linkjét. Fú! Fú! Egyébként ilyen Nexus modról ugye szedem le őket, de hát körülbelül van három mod, meg igazából nem is olyan nagyon bonyolultak. Mindig emlegetem őket. Van egy map mód, de nem is tudom oda meg. Amúgy is izelni kell, reggelni kell, meg minden. Biola Bence, nagyon fasz a részlet, mondjuk professzionálisnak azért nem neveznéd. De nagyon pörgős lett, csak itt tovább várjuk a kövér részt. Köszönöm szépen. Nikedex, messze, mert kár, ide gondozó? Na igen, azt arra próbálom, szobit rávenni. Csak az a baj, hogy minden, csinál mindenki hogy nehéz összeegyeztetni. Nagyon jó lenne persze, mert menne ez is. Igen. Naponta háromszor nézek rá a csatornán, hogy van-e My Car. Ja, azt majd írjátok meg, hogy mit csináljunk szerintetek. Ádám írja, szia Keeper, én meg a súdium egy magyar módon dolgozunk. Remélem majd kipróbálod. Milyen módon? Magyar módon? Ne szórakozzál. el. My Summer kárhoz. Cívat, szerintem. Norbert Novák. Ezt nevezem mostanában nincs olyan videós, aki elhozza retro élményt. Minden tiszteltem a tiéd Keeper papír. Mondom, a Gangstar gondolsz. Egyébként többen írták, hogy az. -e? Ah. Korom sötétbe egész végig kell hallgatnunk. Vagy arról szólt a gameplay. Tik, valaki aki írta. Hangyás jo Johnny. Hangyás Johnny, az miben volt? Hangyás Johnny. Hangyás Johnny. Ez valamelyik. Ö... A Bluffbe volt, a hangyás Johnny? Ugye? Uh, yeah. User írja, Farming Simulator 22 rész legyen alsó, hogy lak, aki így gondolja, az like. Ő szerintem egyébként már mást is ír, valami, valami volt, valami hasonló, vagy pedig hasonló tematikájú. Uh, mi az? Kommentet ír valaki. Nekem valahogy nem jön be a gangsta, inkább egy jó tupek. <laughs> ja, igen, ez a gangsta akkor is rossz volt, amikor nagyobb bent, sose bírtam, reptől nagyobb messze Hát igen, egyébként annó, nagyon hát nem bírtam, meg igazából máskor nagyon nem volt, figyel. Euh, Mikiko, hát mi volt? Animal Cannibals? Mi volt? Milyen, milyen reppek voltak annó? A, nem is tudom mikor, 90-es években. Hello Epic, ingyen ott az FS22-t, remélem beúsztad ugyanis az FSH modding, V5 map, alsó újlak, ugyanaz, mint FS15-ben, csak nincs jármű visszaállítás. Uh, három füzesi, egyébként ezt nem tudom, lehet, hogy azt nem láttátok, azt az FS22-t, amikor erre beszélek. És itt már ugye többször felmerült ez a 22, FS22 újlakos dolog. Én kipróbáltam, és próbáltam, szeretnél az FS22-es... Új lakmapot, de mondjuk úgy, hogy nagyon durván retro feelingje van, túlságosan is, mivel ugye konkrétan tényleg úgy lett átültetve, hogy. Hmm, hogy mondjam ezt el? Hogy, hogy ugyanazokkal a modellekkel, meg ugyanazokkal a textúrákkal. Tehát így tök jó volt a 15-ben azok az épületek, meg azok a, azok a modellek, meg így minden, euh, tényleg 15-be. És az, a, azt mondom, hogy ugye azért 15-be, mert az 15-be. Az, az egy, az, egy, 10 éves játék gyerekek, és azok 10 éves modellek, meg textúrák, és 22-ből annyira szint, olyan durván kilógnak, főleg, hogy nagyon kontrasztba állnak például a fákkal, meg a, a, Ugye vannak a fák a mapon, meg van a, szegény a földet szegélyező fák, tudjátok, azok, a, azok az ilyen textúra jellegűek. Annyira brutálisan kontrasztosak e, kontrasztos a kettő, a nagyon jó minőségű 22-es dolgok, meg ugye például a föld, a fű, a fák, meg ilyenek, ami hozzá tartoznak ugye az NG-hez, meg viszont ott vannak azok a 10 éves modellek, és nekem annyira nem adta, meg igazából lehet, hogy fogunk valamikor új lakon játszani, de én annyit játszottam azon az új lakon, Szerintem éveken keresztül azon toltuk, és fú, már nem akartam. 22 sorozathoz találtunk egy barójó mapot szerintem, tényleg annyira autentikus, mert nagyon jó. Tényleg a leszem letöltések között is, modok, mármint modok között, a letöltések között, a mapok között valami top benne van, szóval tényleg egy baró jó map, úgyhogy a, azért... Nem, nekem nem tudom, nem adta az új lakma 22-be. Jó, meg minden, tényleg akkora nosztalgia faktor van benne. De az, az 15-ben volt egy, szerintem egy, egy nagyon érdekes, meg akkor ugye nem lógtak ki a... Az újabb jármű modellek, hát tényleg vannak ezek az mtz -k is, ugye ezek a 22-höz készült ö, modok. Meg MTZ, meg mindenféle traktor, és azok ilyen epik jól néznek ki, tényleg ilyen nagyon részletesek, és akkor körülbelül egy hátsó kerékbe több poligon van, mint egy egész szizébe, alsó új, aki tiesztelebbe, meg több, meg részletesebb textúrák és Ez a kettő, az a gyönyörű mtz meg az a gyönyörű akármicsodák, azok brutális kontrasztban vannak a izével, a mappal, és ez, ez, nekem valahogy emiatt ilyen, ilyen a nagyon fura, lehet, hogy 15-ben szerintem sokkal jobb lenne, mert akkor meg azok a kopottas, alacsonyabb felbontású textúrákkal rendelkező, kevesebb poligonból álló modellek, az, az nem annyira dobta le magáról azt a mapot, meg a... értitek, remélem értitek, na. Fontos a diszkónál csak szombaton 20 4 óráig van buli? Csak az alatt lesz a diszkó mögött a karórás csávó. Köszönöm szépen az infót, elvert, mint a szart egyébként. Ja, ilyen esetben a buszon a QR... igen, az köszönöm, ez az tényleg jó, az jó ötlet. Krisz írja, rá kell nyomni az enék importálásra, hogy betöltse a muzsikákat a Ó oh, igen, az tök durva egyébként, hogy minden alkalommal, tehát hogyha kilépsz, vagy belépsz már, akkor megint. My Summer Car bold Size mod, ha nem akarsz a csavarokon szenvedni a kapcsolókra, meg a Lights on Switch mod. Igen, azt láttam azt a, azt a, kapcsolókon a kis világító, ledszerű akármi csodát. Ja, azokat lehet berakom, mert gondolkoztam rajta egyébként, hogy jó szétmodoljuk, mármint ugye berakjuk 21 07-es ladát, meg ilyeneket. Arthur, van egy terem Artur. Ezt miért írta? Ez valami, valami mém, vagy micsoda? Mango Eplenter írta. Mitsko írta, Na, erre nem számítottam, ez a játék zseni, úgyhogy nyomját papi, én szeret, szerintem nem baj, ha a küldetések között hűlsz, mert abban is van content lehetőség bőven. Hú, igen, most várom az új végén a kártyámat. Hú, e, de jó, imádom. Mármint, hogy most viszonylag építettünk gépet. Nem olyan nagyon durva, de építettünk gépet, viszont e, ég és föld a régi gépemhez képest. Soha nem voltam az a high -end, e, gépépítő, hogy mindig ilyen próbálom követni, hanem mindig úgy voltam vele, hogy építettem egy gépet, és azt kiúsztam addig vele, ameddig euh, tudtam, értitek? És akkor mindig így, mindig így mentem. De persze jó lenne, hogyha ilyen horribilis, extrém euh, PC-m lenne, de nincs, meg igazából hát még ha lenne is rá kellett, mindig más a prioritás. Akkor inkább mást vennék bele Na, most elértünk addig, hogy már kezdett szar lenni, nagyon, és emiatt építettünk egy másikat. Úgyhogy most várom, és akkor toljuk neki mindenképpen a izét a reddedet. Gangster, mit csinálsz itt? Szevasz! <laughs> Basszus. Az mit keres egy sirály? Mit, mit keres egy madár a váladon? Azon a képen. Egy, egy szürke galamb? Vagy mi az? Ott a szalámi. Jó napot képer. Ja, szalámi, mi? Jó, hogy nem izé, hoddog volt. Matilla, ez a papír, tök jó lenne, egy több hasonló gameplay. Például Resident Evil négy remake, magyar szinkron van hozzá, ránézhetnél. Ezeket egyébként, ja, úgy gondoltam, hogy pörgetjük a gémeket, azt cserégetjük őket mindig. Szevasz papi, én csak annyit mondok most neked, hogy élvez ki minden percét a gémnek, ez egy csodás jó szórakozást. Ja, és... Annyi, hogy vannak olyan döntések, amik hatnak a game csak okosan papi. Ja, és hidd el, kevény mag itt lesz veled a sorozat közben is, és segít neked. Azt még akartam kérdezni, hogy a Redditbe, hogyha végig tolom a sztorit, akkor tudom free ba össze visszamenni azért, ugye? Hogy lehet elindítani a kocsit, mert megmondod Léci, mert nem tudom elindítani a kocsit, köszönöm. Szia, íbetűvel. József. Az a stabrúd, az első rugó, torziós rugó a neve. Ó, ja, melyikkel volt rohadva, vagy mi? Na, nyitott csodatónus, és az... Ja, igen, ültest fel a lovadat. Ezek a jó nevettem, az egyik piás üveg volt, a másik... Meg amikor azt akarta a Google fordítő kifejezni, hogy ül fel a lóra. Igen, igen, most újabban nagy divat az, hogy konkrétan a nyelvi fájlat bedobják a Google forítóba, vagy pedig valami mesterséges intelligenciának aztán úgy, ahogy lefordítja, azt meg bekopizzák. Már indi játékokban ezt gyárilag belerakják a készítők, fogja tényleg egy néhány nyelvre így lefordítatja. Azt fogalma sincs, meg le se ellenőrzik, ugye? Hanem, de viszont figyelj, az semminél jobb mindenképp szerintem. Úgyhogy próbálunk vele élni. Na, MGTS Zolai öt nappal ezelőtt. Képer éjszaka, menjél el a csávó, és addig játssz vele, amíg el nem bere, kb. egy vagy többször meglepődsz, mi lesz a reakciója. Az igen, megnézem. Ja, te meg addig elértél már, mi? MGTS Zalai. Milyen Zalába hol laksz? Egyébként. Nem kell pontos címet, csak nézé. <laughs> Hú, egyébként van egy nagy ötletem, hogy mit szeretnék csinálni, képzeljétek. Én még nem láttam, egy egy videósnál sem, meg igazából én keresgettem magyar településekre, de nem találtam meg őket. Ö, van ugye ez a Flight Simulator a Microsofton, amelyik ilyen marha részletesen az egész bolygó ugye le van csinálva, és tudsz repülni bárhol, Magyarországon is. Konkrétan az épületek ki vannak dolgozva, az utak, meg bárhova tudsz így repkedni, minden, minden, minden település meg van csinálva, és arra gondoltam, kéne egy olyan sorozat abból, hogy így mondd meg, hollags, laksz, mint milyen város vagy falu, és én meg elmegyek oda. Aztán így tök vicces lenne, hogy megismerd ilyen különböző településeket, hogy körbe bőgetni valami csesznával, vagy valami, valami kicsi géppel, tudod. És akkor mit tudom én, Zanegerszeg, meg Keszthely, meg Hévíz, meg Debrecenbe, és akkor így körbe repkedni, aztán így akkor megláthatná mindenki, hogy hol lakik. Esetleg mit tudom én, megmondhatná, hogy kb. így a város északi fele, vagy akármi, és akkor most erős túlzás, de megláthatná a házat, a lakik, vagy az utcát, és ez tök jó lenne. Vagy <laughs> kicsit olyan pura, nem, nincs semmi hátsó szándéka. Nem akarok kirabolni embereket, meg ilyesmi, hanem tényleg én is. Mine... már csak azért is lehúznám, hogy megnézzem, a, ahol én lakom, tudod. Oké, okay, ott van a Google Maps, meg a Vive, meg akármi. Mégis egy játék van, az mégis olyan viccesebb, nem, hogy körbe tudod repülni az országot, a megyéket, a városokat, a falvakat. Legyen még Red Hogy Hogyne lenne, David? Ja, ez lehet tudni mostani konfig. Persze, ha nem, ha publikus. Ja, mostani konfigom egyébként semmi extra. Tényleg egy r 2006 16 giga RAM, abban még kéne. Most tudom, hogy kéne. Jó, a ízéprocisse túl erős. A, meg egy GTX-18. Ez van, ez van, ezzel így... Ahogy nézegettem már, mint ilyen reggeteg tesztet néztem azért, amikkel én játszom, az ilyen 60 FPS high ban fog menni, szóval nem lesz vele gond. Ö, én mindenképp 1080p-be, 4K-ban nem játszom, szóval az, ez, ezzel így el fogok így szórakozni. A reddit is fog menni high 60 FPS-sel, úgyhogy nem lesz vele gond. Ö, igen, biztos gondoljátok, hogy a videókártya milyen milyen, miért csak 1080 Miért, izé, miért, nem valami újabb, ilyen, mit tudom én, ilyen, ugye, 20 akármennyi, vagy pedig 30 akármennyi. Hát azért, mert ugye azért az a videókártya, amit beújítottam, az pont Bandival beszéltünk róla, hogy azért ez, az egy overkill kártya volt annó, és emiatt az újabb szériáknak a közepét is megcsapja. Szóval, fú, hogy mondjam, basszus, ebbe, a egyébként Komplett részt lehetne csinálni, pont a gépépítésről, hogy mindig próbálok észszerűen építeni gépet, és az észszerűség az úgy működik, hogy egy az, hogy nem hiszek a nem hiszek semmilyen olyan hangzatos dolgoknak, amik a dobozra van írva. Én minden egyes videókártyán, minden egyes processzornál nem azt nézem, hogy mi van ráírva, hogy hány gigaramban, véramban, mit tudom én mi, mi ez van, meg az van, hanem mindig, mindig benchmarkokat nézek és teszteket. És nem az érdekel, hogy milyen hangzatos szövegek vannak a, a, dobozon, hanem az, hogy, hogy mennyi, mennyivel futnak a játékok. Ez, ez, a legfontosabb. Nem az, hogy ezt tudod mondani róla, meg azt tudod mondani, hogy mennyi fps sel fut a játék. Ennyi, igen, más ne érdekeljen egy videókártyára. És, és pont, ú, nem is tudom. Igen munkatársam B, B. Gábornak hívják, ő vett valami, valami kezdőkártyát, nem tudom pontosan a 20-as szériának mi a kezdőkártyája, a 25 fenes, vagy azt hiszem 25 fenes, vagy 20-30-es, volt 20-30-es, na mindegy, az a lényeg, hogy ilyen, azzal az a rajót, hú, nagyon sok ram van rajt. Mondom, oké, testvérem, hogy nagyon sok ram van rajt, véram. Viszont mi a túrót fog csinálni az a szerencsétlen kártya, az a sok vérammal, amikor körülbelül olyan szinten van a kártya, mint egy 950 es vagy egy 10 es kártya, mert, mert az egy nemeres kártya, de viszont ugye rászórják a nagyon erős kártyákra, és mit tudom, egy 10-30-asra is rászólnak nagyon sok ramot, mert azt meg tudják csinálni, és hiába van annyi, ha egyszer az a játék, amelyiknek kellene mondjuk, mondjuk tegyük fel, hogy itt a 8 gigaram, van egy kártya, mondjuk egy, egy, egy 15 fene sem, vagy nem tudom, azon pont lehet, hogy nem annyi van, de ha nem fogja elindítani azt a játékot, amelyiknek szüksége van annyi véramra, akkor mi a francot fog csinálni azzal a véramos kártyával, érted? Úgyhogy ö, ezt nagyon, nagyon okosan meg kell csinálni. Tehát nincsen, nincs nem fontos, hogy legyen rajta véram egy gyenge kártyán, de ezzel egy. az egy nagyon hangzatos szöveg, amivel el tudják adni azt a, a videókártyát. Egy szar ló videókártyát is egy nagy vérammal el tudják adni, mert minden. az laikus azt fogja nézni, hogy bemegy a boltba, érted, azt a. 8 giga RAM van rajt. Aztán közben meg lehet, hogy tényleg egy 30 ezer forintos kártyáról beszélünk, ami konkrétan nem fog elindítani azt a játékot, aminek az igénye az, hogy legyen rajta 8 giga véram. Ahhoz, hogy ö, sok véram van egy kártyán, az ott ke azért ott kezdődik a relevanciája annak, hogy legyen egy minimum egy 3060-as kártya, azon ugye van 12 GB az azért van, ott, ott, már van értelme a 12 GB nak mivel a 3060-as az mondjuk nyélbe el fogja futtatni azokat a játékokat, mondjuk tegyük fel a Reddit-et, amikor szükség is van arra a 12 giga ra vagy a 8-ra akár, vagy aztán az van a 8-ból megáll, de ott már szükség is van arra, de is tudja futtatni. De mondjuk van egy fos kártyára, ami mondjuk egy 10 as és ott van rajta egy valagram, hiába van ott az a valagram, mert azok a játékok, aminek szüksége van a rengeteg ramra, azok meg se fognak mozdulni rajta. Szóval, de viszont ilyen tök jó, ilyen látványos hőzöngöket így ráírnak arra a dobozra, amivel jeladják. Szóval a legegyszerűbb egyébként mindig FPS-t kell nézni, megnézel egy videokártyának az FPS-ét, Fú, de meg ezt, ezt mondtam, hogy erről egy komplet részt akarnék csinálni, mert még egy dolgot akartam ö, 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 ezt hozzáfűzni. Na szóval, megnézed, mennyi FPS-e fut, mondjuk Reddit, fut 60-nal ezen a kártyán, megnézed azon a kártyán, mennyivel fut. Rengeteg tesz van, rengeteg benchmark, összehasonlító -as videó, és meg tudod nézni. És ö, emiatt én mindig azt csinálom, például megnéztem a 1080-nak a tesztjeit, és megnéztem, hogy mik mennyivel futnak a bizonyos játékok. És ha megnézed a 18-nak, mondjuk, a, hogy mennyivel futnak a játékok, ugye az egy overkill kártya volt annó, az igaz, hogy száz a többet bezappan, mint egy újabb kártya, egy újabb középkategória, de ugyanazt a színvonalat hozza még mindig FPS szempontból, mint egy új középkategóriás kártya, igaz, hogy másfélszer annyit zabál vattba, meg igaz, hogy jó van, több, jobban melegszik, de viszont fele annyira megkapod. Úgyhogy ezzel, ilyenekre kell figyelni. Meg a, egy fontos dolog egyébként a gépépítésben, nem tudom, miért beszélek erről, de ingem ezok zavarnak erről, Leg, legszívesebben ezt így mindenkinek elmondanám, hogy mindig akkor olyan erős a géped, a számítógéped, ami a leggyengébb alkatrész. Szényleg. Hiába van neked egy baszott nagy videokártyád, vagy egy baromi nagy ö, processzorod, vagy bármi, hogyha a másik alkatrészek szarok. Mindig, mindig akkora van, a géped van, amekkora a legkisebb alkatrész. És ezt nagyon sokan nem értik meg. Ez tényleg úgy működik, mintha egy ilyen méter átmérőjű csövek lennének lefektetve. cső, cső, méter átmérőjű folyik benne a víz, és akkor belenne lenne rakva mondjuk egy uh, ilyen két centis cső közé, és azon kéne átfolyni. Hiába vannak a méteres átmérő csövek, amin folyik a víz, ha közben van egy két centi átmérő, akkor csak, azon a, csak olyan sebességgel fog folyni a víz, ami a ké, vagy csak annyi víz fog átfolyni, ami a két centisen átfér. Úgymond értitek, hogy mi, a, mi a az analógiámnak az értelme. És 2024-ben győzködöm az embereket, az ismerőseimet, hogy SSD-t rakjanak rendszernek. Ez komolyan mondom, ez nekem szürreális, hogy nem Winchester, hanem egy 60 éves technológia, vagy az Isten tudja hány éves, mágneses adagtrögzítő forgó mechanikusan mozgó fejjel olvas adatot egy vaslemezről, és olyat akarnak rendszernek használni, amikor benne van, lehet azt használni, persze, mit tudom én, valaminek biztos, de benne van érted a 10 AMD neki, meg a 32 gigaram meg az Isten tudja milyen videókártya, és Winchester-en van a, a Winchester vannak a, azok a játékok, amik ö, leginkább játszik, meg a rendszer. Hát ez olyan körülbelül, mintha tényleg egy ilyen, nem tudom, ö, mint hogy hasonlítanám egy ilyen hatalmas nagy darálónak, dra, darálóhoz a pr processzort, és akkor nem zsákszám öntenénk bele a kukoricát, hanem szemenként. Mert igazából a Winchester az, amikor a szemenként tudja szerencsétlen pro processzornak adni, hatalmas darálónak, ugye az analógia szerint, dobálni a, 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 mondjuk a kukoricát, és akkor persze az el, a processzor az nagyon könnyen el fogja végezni azt a munkát, viszont hogyha zsákszám tudná dönteni, azaz egy SSD-t kapna a rendszer, akkor ugyanúgy el tudná végezni a processzor a munkáját, csak körülbelül százszor olyan hatékonyan. Uh, úgyhogy igen, ez, nekem ez, ez az SSD, hogy, hogy, hogy még mindig ragaszkodnak a Winchesterhez, ez nem, 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 tudom képzelni. De én komolyan mondom, hogy a, most ezen a héten, szoktam segíteni számítógépet építeni, szerelni embereknek, most ezen a héten kettő embernek, ember győztem meg, hogy SSD-t vegyen a gépébe. És ezek nem kicsi gépek voltak, hanem tényleg volt azt hiszem egy 8 vagy 10 magas AMD, meg sokram meg a másik egy 6 magos AMD, meg mit tudom én, az is 16 giga RAM, meg ilyenek, és így győztem meg a, az egyik srácnak szaszal el egy e, SSD-t úgyhogy igen úgyhogy, ja gépépítés, gépépítés nagyon okosan kell csinálni mert nagyon sokszor beletfuthatsz olyan, tényleg ki kell egyensúlyozni a dolgokat a oh. Megfelelő processzorhoz, megfelelő videokártyát. Ha szar a processzorod, és van egy jó videokártyád, akkor a processzort növeld. Mindig azt az komponens növeld, amelyik a legszarabb. Úgyhogy ez, ez, a, ez a motto, ezt jegyezze meg mindenki, akkor a számítógéped van, a, amekkora a legkisebb alkatrészben. Olyan gyors. Mindig a legkisebb alkatrész ö, fogja megszabni a számítógéped sebességét. Nem a, nem a legnagyobb, hiába raksz bele nagy dolgokat, ha van egy fos kompetens. Úgyhogy ezt így kell felfogni. A, ja, nem tudom, eltértem a témától. Nem is tudom, mit akartam, igen. Ja, igen, és igen, emiatt megnéztem, hogy mekkora, izé, meg, mit érdemes megvennem, milyen vga Egyébként Bundy segített benne, ő találta nekem ezt a ezt a videókártyát, köszönöm szépen neki, Egy, egész nap körülbelül el ö, kommunikáltunk azon, hogy mégis mit kellene belevenni, nézegettem 10 fenet, az körülbelül, nem, nem, ha nézegettem 20 fenet, az körülbelül ugyanezen a teljesítményen van, meg egyébként a, hát ja, ilyen, körülbelül az van ilyen teljesítményen, viszont ezt rohadt olcsón megkaptam, ugyanazt a teljesítményt körülbelül nem lehet összehasonlítani, mert ugye például egy, egy 30 on több VRAM van, ugye ott már e, valós idő RTX támogatás van, szóval vannak sokkal jobb oldalai, mint a 1080-nak, de körülbelül ugyanaz a teljesítmény, mint egy, ti, egy 3060, ugye egy 1080 is, és majd pedig egy 20 70 És emiatt, e, igen, azért választottam, mivel másra gyűjtünk, ugye Project car gyűjtünk, emiatt ugye a legolcsóbbat kellett választanom, viszont megnéztem rengeteg tesztet, rengeteg benchmarkot, hogy hány FPS tud, melyik játék, az összes játékot végignéztem, hány FPS tud, és mondjuk ez a játék is tudja a hányba, ugye a, a rendetben, mondjuk a 60 FPS-t, akkor ez nekem bőven elég lesz így, aztán valami majd lesz. Ja, igen, Egyébként nem is értem a relevanciáját, mármint, hogy mi értelme van. Miért fontos a... feltévettem ilyen oldalakra, amikor így nézegettem a gépeket, és ilyen 2-3 milliós gépek, azok egy lazán, rengeteg van, eladó. Tényleg, ilyen, ilyen priméd, összerakott tudjátok, gépek, is tényleg, ilyen kettő, meg 3 millió. Mondom a És És, oké... Okay. Biztos van az a felhasználóbázis, akinek szüksége van mondjuk 4K-ba, vagy nem tudom, 8K-ba akar játszani. Meg, meg, meg is értem, tényleg. Biztos, biztos ö, hogyha megvan annyi ö, javad rá, pénzed, hogy megvedd, akkor miért ne vednéd meg? Meg biztos 4K-ba, meg gondolom, ilyen hatalmas nagy megahertzes, vagy herces monitor, aki ilyen 120, meg 240-esekbe. Ott kell ugye azért az FPS, hogy akkor elérje legalább azt a, ugye, azt a számot. Ö, úgyhogy csak jó, biztos, én elhiszem, de. Szerintem egy átlag ilyen playernek, Az ilyen 60 fps-sel High-on el tudsz játszani mindennel, azt szerintem az tök jó És onnan, viszont hogyha te 60 fps vagy Egy normál mondjuk 22-es vagy esetleg egy ultra wide-on játszol De általában mondjuk egy ilyen 60 fps-sel, bármint tud a monitorod 60 Hz-en tud a monitorod, akkor Onnan viszont meg már a meg már talán fölösleges szint, mert persze én lehet, hogy egy boomer vagyok, és nem értem meg ezeket a dolgokat, meg tényleg biztos jó lehet, de én is nagyon szeretném, biztos barha jó lehet, úgyhogy nem akarok ilyen álszenteskedni, hogy jó, nem kellene nekem az a gép, kellene, nagyon is kellene, meg ugye talán olyan relevanciája inkább jobban van ennek, hogy nagyon időtálló lesz tőle, ugye egy olyan gép, mondjuk egy kétmilliós gépet veszel, akkor azért gondolom egy 8 évig nem kell rá fordítanod, mert most mondjuk futnak mondjuk 400 FPS-sel, érted, a játékok, és mondjuk 5 év múlva is azért karcolják a mondjuk a 100-at, meg a 8 év múlva mondjuk a 60-at, szóval egy darabig nem kell ránézned a gépre, bár aki ilyen gépet épít, akkor gondolom az cserél egy olyan, hogy ezt a szintet tartsa, azt az FPS-t, FPS meg azt a felbontást, akkor viszont meg Megvan az a szinten, amit elvársz ettől a géptől, mondjuk a 2-300 FPS 4K, akkor hogy később tartsd, évekkel később, akkor viszont ezt is le kell cserélni. Szóval a, aki meg ö, ilyen gépen vesz, az szerintem nem gondolkodik abba, hogy azért veszek ilyen gépet, hogy 8 évig jó legyen, hanem inkább akkor ö, ott már van egy olyan igény, amit szerintem nem fogsz leadni. Nem tudom. Nem, igazából azért is nem látok bele ebbe, mert ö, lehet, hogy nincsen is lehetőségem erre, hogy ezt megtegyem, viszont hogyha lenne, ugye, akkor is másra költeném. Uh, annak ellenére, hogy iszonyatosan nagyon sokat játszom, és én, amióta így láttam az első számítógépet, meg az első videójátékokat, így a presszóba, amit tudom én másodikas koromba, így tudjátok az ilyen arcade gépeket, én azóta szeretem nagyon számítógépeket, meg szeretem az árkádokat, meg a, meg a konzolokat, meg minden bármilyen számítógépes játékot, meg a kvarc játékot, meg minden bármit, minden evő, vagy a kvarc van benne a szekrényben, meg tetrisem, meg, meg mindenem, úgyhogy tényleg nem mondom, nem, mondom, hogy nem lenne jó, de mégis, hogyha ilyen ennyi lenne, akkor, akkor sem biztos, hogy ez lenne a, a az első és nem is a második, és meg nem is a nyolcadik dolog, amire elköltetném. Franc tudja erről, írjatok majd, kíváncsi vagyok, mindenképpen jó. Tök jó lenne egy ilyen diskurzus, hogy kialakulna köztünk ezek alatt a videók alatt. Hát jó hosszú, lehet, hogy fészkemet fogok utána legközelebbibe csinálni, mindenképpen. Mert az úgy talán személyesebb lesz, mint hogy itt néztek egy ilyen fekete képernyőt. De ezt így be is lehet rakni, akár csak hangnak, úgyhogy közben közbe bármit csináltak. Persze, ha érdekel benneteket. Igen, a biztos banditákban volt. Szerintem lehet, hogy itt... Uh... Lehet, hogy ennyi is volt, és akkor inkább lehet, hogy az lesz, hogy akkor csinálunk -e egy olyat, srácok, hogy uh, leginkább akkor ezekre, ezekre akkor fogok válaszolni, szóval ott már máshogy is lesz megnyitva, jó? Igen, Menyus is írta ezt. Nos, látszok, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Bocs, hogy kimaradtak a kom kommentek, szóval akkor így ezt átalakítjuk a tematikáját ennek a, ennek a sorozatnak, akkor ilyen uh, kommentekre reagálok és vlog, és akkor ez alatt a videó alatt, és mindig akkor ez alatt a videó alatt ilyen biztos, hogy benne fognak lenni a videóba. Oké, okay, és látszok. Uh, és akkor kérdéseket tehettek fel, beszélhetünk arról, amit... Én is ugye elmondtam, és akkor ti is leírhatjátok a véleményeket, és akkor én megreagálok rá. Szerintem ez egy egész jó dolog lesz. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, szép úsztók!